Bolgár Attila törzsőrmester vagyok, a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandárának 101-es tüzérosztály második üteg beosztott altisztje. Gyerekkoromban nagyon sokat jártam hagyományőrző rendezvényekre, kiállításokra, ezért már akkor elhatároztam, hogy hivatásos katona szeretnék lenni. Belügyi rendészeti szakon végeztem középiskolában, ezért egyből utána a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiára jelentkeztem fegyverműszeri szakma irányra, ott szereztem meg az őrmesteri rendfokozatot, és utána itt Tatán kezdtem meg a hivatásos szolgálatot. Én úgy gondolom, hogy a harcjárművek esetében a logisztikusoknak van az egyik legnagyobb szerepe, mivel hogyha mi nem vagyunk, az eszközök nem tudnak kimenni a terepre, nem tudnak harcolni. Ez a beosztás rendkívül nagy felelősséggel jár, mivel emberéletekről van szó, hogyha mi elrontunk valamit, súlyos sérülést eredményezhet, illetve rendkívül magas anyagi kárt is. Szakmailag az újon járó lövegek betonolása rendkívül nagy kihívás jelent számomra, mivel hogy 21. századi technológiát képviselnek az eszközök, melyek eddig soha nem voltak a Magyar Honvédség történelmében, ezért úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül nagy lehetőség számomra a fejlődés miatt. Azért szeretem a hivatásomat, mert egy nagyon bajtársias közösség tagja lehetek, rendkívül összetartó a társaság, megbecsüljük egymás munkáját. Édesapámmal katonai tárgyak gyűjtésével foglalkozunk, és már gyerekkorom óta segítkezem ezek tárgyak felújításával, illetve gyűjtésével, és már akkor érdekeltek a fegyvereknek a technológiai megoldásai, ezért úgy gondoltam, hogy a Magyar Honvédségnél tudom ezt a tudásomat a legmagasabb szinten kamatoztatni. Attilán ez úgy jött, hogy az anyateje együtt szívta magába a fegyverek szeretetét, illetve a javítását. Büszke vagyok rá, mert azt csinálja, amit szeret, illetve olyan dolgokkal foglalkozik, amit mind még nagyon nem láttunk. Minden olyan fiatalnak ajánlom ezt a munkakört, akik szeretnének a 21. században legmodernebbnek számító harcjárművek üzemeltetésével kapcsolatban foglalkozni.